Sziasztok, én Gondolyok, és itt is vagyok a Dzsuzsák Team első részével. Így nézne ki a csapatunk. Ugye, aki még nem tudná a szabályokat, vagy valami, az nézze meg akkor a nulladik részt. 11. osztályban fogunk akkor indulni. Gyorsan akkor végig megyek így az embereken. Nem nagy dolgok. De akkor láthatjátok a statisztikáikat, meg ilyesmik. És akkor vágjunk is bele az első mérkőzésünkbe. Oké, itt is van az ellenfelünk csapata. Na, hát a chemistry az egyenlő a nullával, viszont van egy jó pár aranyjátékosa, ott van ugye Drogba, Thiago, Fabregas, Cahill, illetve egy arany kapus, akit nem tudok, meg egy 81-es Dán közép hátvéd, akinek szintén nem tudom a nevét. Nem nagy csapat. Gyugyi, hajrá! Dzsuzsák! Dzsuzsák mehet! Gyugyi! Gyugyi! Gyugyi, kihagytuk! Roberto védett nagyot. Akkor lehet az, akiből van tudsz, Roberto? Na mindegy, Gyugyi a helyzetét most kihagyta, szóval sajnos a szögletünk is kudarcba hullott. Dzsuzsák. Dzsuzsák mehet, be nem érik. Dzsuzsák. 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 Jézusom, mit védett most Roberto? Azt a rohadt életet, egyelőre nem tudjuk kihasználni a helyzeteinket, Roberto egyelőre nagyon nagyokat véd. Kiszöglet, ott az 1-0! Ez az, gyerekek, kiszögletet megoldottuk, ugye azt itt az ellenfelünk, hogy kiszögletet fogunk alkalmazni, de berúgtuk oda a rövidbe, és bement. 1-0. Szép Letaleknek az indítás. Letalek 2-0, ez az. Így van, mielőtt már elsőlőtte, én már tudtam, hogy ott már az már 2-0 lesz. Nagyon szépen megoldotta a Letalek bácsi. Dzsuzsák. Dzsuzsák megetetett mindenki. Dzsuzsi! Dzsuzsák Balázs, 3-0, ez de szép gól volt a gyengébbik lábával. 3-0, egyelőre sima ez a meccs. Dzsuzsák szerez labdát. Dzsuzsák nagyon szépen megetett ott mindenkit. Dzsuzsák. Dzsuzsák! Védte Roberto. Ennyi a fél idő, 3-0-ra vezetünk. Gyereknek még kapura lövése sem volt. Uraljuk a meccset 100%-osan. Dzsuzsákkal kéne még lőni egy párat. Dzsuzsák! Felrúgták! Mekkora volt Dzsuzsák! Így van, lapot is kérünk. Lapot! Piros lap! Így van, meg is érdemli. Nagyon szép, Gary Cahill. Második sárga lap, piros lap. Szia! Na most már csak Dzsuzsákkal be kéne rúgni. Dzsuzsák! 26-ra! Izomból vagy csavarjuk? Izomból vagy csavarjuk? Csavarjuk. Nem tudom. Dzsuzsák! Kapufa! Nem hiszem el. Szép Dzsuzsák. Dribbling. Dzsuzsák! Dzsuzsák! Nagyon szép. Dzsuzsák! Dzsuzsák! Dzsuzsák a mester, elfektetett vagy 10 védőt, végigment, és bebaszta, mint a szart. Megy a Dzsuzsák kanizsára. Megy a Dzsuzsák, visszahúzzuk. Dzsuzsikám, Dzsuzsika.
Go! 5-0. Ellenfelünk nagyon azt hiszi magáról, hogy nagyon ügyes, mert oda megyek és passzolgat hátul, szóval nem akar több gólt kapni. Ez nekem tökéletes, hisz Zsuzsák lőtt már egy Mester 3-as, és reméljük ő lesz a Man of the Match. És akkor 4-et tudunk fejleszteni ezen a meccsen. Szép. Zsuzsáknak ott az indítás. Zsuzsák! Tizi! Sporikám! Hát Sporikám, ez a mennyeibe simán 11-es. Istenem, hát felrúgott. Az de szép Zsuzsák! Úristen, kapásból, jobb lábbal, azt a rohadt élet, mit védett most Roberto. Mindegy, kiszöglet. Zsuzsák! 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 Kivitte! Jó. Malac gól volt, kipattanóból. De nem baj, elsőnek kellett volna bemennie, 6-0 Mester 4-es Zsuzsák Balázs. Vége van a mesternek, gyerekek, nyertünk 6-0-ra, Zsuzsák rugott 4-et. Szóval van 4 fejlesztésünk biztosan. Illetve hogyha Man of the Match, akkor plusz 1 fejlesztés. Reméljük Man of the Match lesz, és akkor 5-öt tudunk fejleszteni a következő meccsre. Nézzük, ugye Zsuzsák 4-et rugott. Én nagyon jól játszott Zsuzsák, és Man of the Match is lett 9,5-ös értékeléssel. Így akkor 5-öt tudunk fejleszteni a következő meccsre. Az összes fejlesztésemet egy emberre raktam, aki nem más, mint Valbuena. Nekem tökéletes választás szerintem, mert zöld összhangban van Zsuzsákkal, és majd a végleges teamben, kit szeretnék ebből a csapatból kihozni, ő itt szerepel középen. Szóval akkor nézzük is a következő mérkőzésünket a 10. osztályban. És itt is van a következő ellenfelünk, Skills Biabiani. Hát pont nincs egy Biabiania, viszont ez egy full teljes arany csapat, 83-es besorolással. Rooney, Sterling, Fabregas, Xavi. Úristen, 10. osztály, szeretlek, de ezek általában nem tudnak játszani, na nézzük. Szöglet ez jutott, adjuk, jó, semmi. Paula Nev passzol. Letalek, nagyon szép. Letalek. Menjél letalek. 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 Vitte Dehea, Jézusom, mit fogott ez az ember most. Dehea amúgy egész jó kapus. Nekem mondjuk sose volt jó, legalábbis amikor én próbáltam, akkor nagyon szar volt. De nem baj, most védett. Valbuena. Nagyon szép. Kirev. Ott passzol, letalek. Letalek, vissza. Az de szép. Játék, be kell lőni. Ez az, nagyon szépen meghúztuk a labdát, és volt tudtunk belőle lőni az ittszerből. Ezt már Deha nem védhette. Nagyon szép. Valbuenának. Nagyon szép Valbuena első vétette Dehea. Nagyon szép volt a helyzet kihasználásunk. Zsuzsák lesérült, és mi van, megállt a kép. A Rage akkor nekem tökéletes, mégse Rage. Nagyon szép letalek, helyett Zsuzsák. Zsuzsák. Zsuzsák, ott csak felrugni tudja a nép, jól van. Pirosat kérünk, bírospori. Na, hát ez csak egy sárga lap lesz, nem baj. Zsuzsák úgyis távolról tud jól lőni. Na nézzük Zsuzsák, 36-ról. Sima, látjátok amúgy, hogy a púvegye is, meg a cúrvéje is, 89-es, szóval olyan nagyon jó játékos, így szalad rugások tekintetében. Zsuzsák! Á, de jó, a kezébe ment. Az jó, Kirevnek. Kirev. Kirev. Mekkora játék, és nem tudtuk belőni. Ne! Ez a 100%-os helyzet, mondom, nem rúgjuk rá rövidbe, inkább kijátszuk 100%-os szvetire, erre kihagytuk. Azt a rohadt élet. Szöglet ez jutott. Xavi adja be.
Rooney-nak. Nagyon szépen kifejeltük Bernát, jól van, Leonov ezt is védte. Ennyi a fél idő, 2-0-ra vezetünk. Sima meccs egyenlőre, annyira nem játszik jól a srác. Nekünk több helyzetünk volt, lehetett volna már 3-0 is. Dzsuzsák egyelőre még nem mutatott semmit a tudásából. Dzsuzsáknál a labda. Dzsuzsák, nagyon szép. Külivel. Kapufa. Tizi. Úgy van, jól van. Nem tudom miért, de Dzsuzsák Külivel találta el, és amint hallom a szurkolókat, piros lapot kapott az ellenfelünk. Bernát, így van. Pirosat kapott, akkor Dzsuzsákkal fogjuk lőni. Na nézzük Dzsuzsákba. Vartasza meg nézd, de hiával. És kihagyom. Nem hiszem el. Mostanában a gyerekek a 11-esek 80%-át kihagyom. Egyszerűen nem tudom mi van, pedig nem is lövöm szarul, egyszerűen kihagyom egy 80%-ot. Nem tudom mi van velem. Ha középre rúgom, ott maradnak, ha valamelyik oldalra, nem tudom mostanában 10-t rúgni. 80%-ot mondom kihagyom, de közben nem jó, ez se. Dzsuzsák. Tizi! Az is tizi, jól van. Jól van, és ezt be kell rúgni. Jól van, ezt most már tényleg be kell rúgni, gyerekek. Csak azt nem tudom most melyik oldalra rúgjam, most hogyha másik oldalra rúgom, akkor oda fog vetődni. Ha ugyanarra az oldalra rúgom, akkor megint ugyanoda fog vetődni. Rúgjam középre. Nem tudom, középre fejfölé. Jól van, elfektettük a kapust, 3-0 a 69. percben. Rage quit. Yeah. Na már csak azt baszna be, nem most velem történt most megint. Ez, hogy csak úgy kilép és akkor nekem beír a DNF-nek. Bár nem tudom, nagyon-nagyon sokat tölt a játék, szóval nem tudom, remélem nem velem szakadt meg a kapcsolat. Mert igazából nem tudom mi lenne. Jól van, megkaptuk a győzelmet, Dzsuzsák rúgott egyet. És körülbelül ennyi. Ja, előző meccsen nem néztem meg, hogy Dzsuzsák adott egy gólpasszt, de nem baj. Tökéletes volt nekünk annyi fejlesztés, ami most van. Dzsuzsák rúgott viszont így egy gól, de nem ő lett a meccs embere, Fatulla ev volt. Így akkor egy fejlesztésünk van. Na gyerekek, úgy döntöttem, hogy Letalektől fogunk megszabadulni, érzékeny búcsút veszünk tőle, és Bajner Bálint fog jönni helyére. Na gyerekek, akkor ennyi lett volna ez az első rész. Köszönöm szépen a figyelmet, Dzsuzsák egyelőre nagyon jól teljesít, ugye, és addig fog tartani ugye ez a sorozat, míg össze nem hozom azt a tímet, amit én szeretnék, ami igazából full arany játékosokból lesz, szóval egy 10-15 részes sorozat lesz amúgy. Szóval köszönöm szépen a figyelmet, én Gonda voltam, sziasztok!